Június közepén még Szatmár Németiben szerepeltek az NVSC kardozói, akik 6 éremmel tértek haza a nemzetközi utánpótlás viadalról. Elvileg ezzel véget ért a tavaszi versenyidőszak, de a gyerekek nem tették le a fegyvert. A tanév végét követően a szakág napközis edzőtábor szervezett bázisukra, a Benczúr iskola tornatermébe, ahol 2 héten keresztül javíthatják technikájukat az ifjú kardozók. A 2 különböző héten különböző gyerekek vettek rajta részt, bár volt némi átfedés is, és ez egy olyan tábor, amikor úgy jobban el tudunk mélyülni a részletekbe, és el tudunk bogarászni olyan technikai és taktikai dolgokon, amely úgy versenyszezonban kevesebb az idő. Pákei Béla segítőjeként Veres Amarilla foglalkozik a fiatalokkal. A riói paralimpiára készülő kerekesszékes vívó elmondta, hogy a napi edzések mellett kikapcsolódás számára a gyerekekkel való munka. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Én segédedzőként is működtem itt az NVSC kardvívó szakosztálynál. Amikor elindult igazából a paralimpiai kvalifikáció, akkor abba hagytam az edzősködést, egy kicsit magamra fókuszáltam. Most úgy volt egy kis idő megint gyerekedzéseket tartani, utána augusztusban megint csak magamra fogok fókuszálni, és szeptembertől valószínű, hogy megint fogok segédedzőként is dolgozni. Veres Amarilla a jövő hét végén klubtársával, Taljányi Istvánnal együtt elindul a Varsói Világkupa versenyen. Azt követően egy kis pihenő következik, majd elkezdődik a közvetlen olimpiai felkészülés. A párbajtőr egyéniben és csapatban induló hölgy Nyíregyházán és Tatán edzőtáborozik majd a játékok szeptemberi rajtjáig.